Az este első előadója dr. Kollár János szakciológus, a Semmelweis Egyetem Magatartás Tudományi Intézetének egyetemi adjunktusa, aki ma este a Kollár módszerbe fog minket bevezetni, amelynek az anyagát 2009-ben Hollandiában alkotta meg, és sikerrel tesztelte a Royal Academy-n Hollandiában, Máltai Egyetemen, a finnországi Turku Egyetemen, a Debreceni Egyetemen és a Semmelweis Egyetemen egyaránt. És az elnevezés, amellett, hogy a megalkotójának, Kollár Jánosnak a nevét takarja egy mozaik szó is, ami a módszer főbb kategóriáinak a kezdőbetűiből tevődik össze, és hogy melyek ezek, azokra hamarosan fény derül. Fogadjátok sok szeretettel a színpadon Kollár Jánost. Köszönöm szépen. Ilyenkor mindig magyarázkodással szoktam kezdeni, hogy kiáll egy pasi, és akkor elkezd beszélni arról a módszerről, amit ő nevezett el saját magáról. Iszonyatos nagyképűség természetesen. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az úgy volt. Szóval az úgy volt, hogy igen, volt egy barátom, aki megkérdezte, hogy most miért pont ezt a nevet adtad neki, miért nem egy másik nevet. Megkérdeztem, hogy tudtam, hogy van gyermeke, hogy hívják a gyermekét. Kiderült, hogy ő is a saját nevét adta a gyerekének, úgyhogy valahol azért egy hullámhosszon mozogtunk. És annak idején, amikor ezt a módszert összehoztam, kitaláltam, akkor a Debreceni Egyetemen dolgoztam, és a rektor helyetteshez elvittem az ötletet, aki azt mondta, hogy te János, ezt le fogják nyúlni, úgyhogy innen támadt az ötlet, hogy ha már lenyúlják, akkor legalább ezen a néven nyúlják le, ezzel semmi gond nincsen. Aztán persze valami köze van azért a mozaik szóhoz is, ahogy Panni említette, és hát magához az egész módszerhez is. Mielőtt belekezdenék, hadd kérdezzek egy olyan kérdést, látlak benneteket. Ki az, akinek mondták gyerekkorában, hogy előbb a tanulás, utána a játék? Jó, köszönöm szépen. Aki nem emelte fel a kezét, nyilván ez nem figyelt gyerekkorában. Szokták ezt mondani általában. Hát itt játszó gyerekeket látunk a képeken, és valahogy így kezdtük mindnyájan. Játszottunk. Ők most játszanak, vagy tanulnak? Játszanak is, meg tanulnak is, ugye? Ez olyan érdekes, hogy valahol elkezdett szétválni aztán a játék, meg a tanulás. Valami történt. Hány éves kor körül lehetett ez, amikor azt mondták, hogy előbb a tanulás, utána a játék? 6. Nagyjából 6. Kisiskoláskor, ugye, amikor elkezdtünk általános iskolába járni, és valami nagyon komoly dolgot kezdtünk el. És ez a nagyon komoly dolog odafejlődött, hogy végül elkezdtünk félni attól, hogy tanulás. És bizony, nekem is van olyan barátom, aki azt mondta, hogy tanulás, meg hogy élvezhető, ez egy marhaság, ilyen nincsen. Hát, ha mégis van. Ki az, aki játszik, és ezért kapja a pénzt? Igen? Segítség? Hát például a sportolók egy része, focisták, sakkozók, stb. Játszanak. Ugye? Színészek játszanak. Játszanak és pénzt kapnak. Kiváló színészünk volt Salamon Béla, és ő írja az egyik könyvében, hogy az unokám megkérdezte tőlem, hova megyek. Mondtam, megyek a színházba játszani. Megkérdezte a következő este, hova mész, nagypapa. Mondtam, megyek a színházba játszani. Aztán ez így ment egy hétig, egy hét után megkérdezte, nagypapa, te soha nem dolgozol? Te mindig csak játszol? Hogy van ez? És még kik játszanak? Még a zenészek is játszanak. És ez jó. Van valami, hogyha valaki egy olyan hivatást választ, ami játékról szól, ez úgy összeköti valami. Én úgy gondolom, hogy a szenvedély. Tehát az, hogy ő benne van valamiben. Abszolút átéli az egészet, és szenvedéllyel tudja csinálni. És onnantól játékká válik. És amikor elkezdünk tanulni, ugye ott a szenvedély bennünk? Vagy nincs? Amikor beírtam a Google képekbe az, hogy tanulás, azt hiszem ez volt a második kép, ami feljött nagyjából. Tehát körülbelül ilyen képünk van arról, hogy tanulás. Amikor az ember elkezd félni valamitől, azt mondja, hogy hát ennek a könyvnek az első oldala borzasztóan messze van a hátsó borítólaptól, és akkor ezt nekem mind meg kell tanulni, és vissza kell adni az egészet vizsgán. Na hát, hogy is néz ki ez az egész? Valójában milyen előzményei vannak, ez még mindig a bevezetés rész, hogy egy kicsit tudományosabb legyen az előadás. Elég sokat tanítottam Debrecenben, a Debreceni Egyetemen, orvostan hallgatókat. És én mindig szerettem megkérdezni a hallgatóimat, hogy tetszett nekik az óra, mi az, ami más legyen, mi az, amit tőlük tudok tanulni azért, hogy jobb legyek.
És hát ennek keretében ugye itt kezdődött az egész valamikor 2002-ben a Magatartástudományi Intézetben Debrecenben, és egy ilyen kérdőívet kérdeztem tőlük kicsit közelebbről, ha megnézzük. Ezeket a kérdéseket tettem fel minden szemeszter végén, néha közben is. Összértékelése a gyakorlatokról, mennyire feleltek meg a gyakorlatok céljai és az elvégzett feladatok az elvárásaiknak, saját részvételüket is pontozták, illetve a csoport közös munkáját a gyakorlaton, mennyire hasznosítható az, amit tanultak, illetve hát az én munkámat is természetesen anonim módon értékelték, illetve hogyha volt egyéb megjegyzésük, észrevételük, javaslatuk, akkor azt mindig szívesen fogadtam. Úgyhogy ez alatt a 10 év alatt én 1893 hallgatót USKV-be megkérdeztem, 1062 külföldi, 831 magyar, és hát voltak elsősök, harmadévesek, vegyes évfolyamokból, hogyha kreditkurzusokat tartottam, voltak általános orvoskarról fogászok, gyógytornászok, illetve hát mindenféle területről. És hát tanítottam orvosi kommunikációt, orvosi pszichológiát, zeneterápiát. Volt egy cinema kurzus, ahol olyan filmeket néztünk, aminek köze van a pszichológiához, meg az orvostudományhoz, és prezentációt, ezeket magyarul-angolul. És végül hát elég jó visszajelzések születtek, 0-6-ig lehetett pontozni, úgy látszik, hogy a 10 évből nagyjából ez az átlag jött ki, miközben én folyamatosan gyűjtöttem az élményeket, mi az, ami más legyen, mi az, amit másképpen kell csinálni. És hát tulajdonképpen így született meg ez a módszer. Azért hozzá kell tenni, hogy elég hosszú ideig voltam én is diák különböző egyetemeken, nem azért, mert mindenhonnan kirúgdostak, meg lett volna az esély, de mégsem így történt. Úgyhogy összeszedtem itt is, ott is ezt-azt, és hihetetlen bosszantó élményeket is természetesen. Hála Istennek voltak nagyon kiváló tanáraim, akiktől igyekeztem minél többet tanulni, és voltak nagyon bosszantó tanáraim, akiktől igyekeztem szintén nagyon sokat tanulni, hogy mit csináljak másképp. Úgyhogy így jött össze ez a módszer, amit akár az öt kulcs módszerének is lehetne nevezni, mert igazából aki részt vesz ezen, ez egy 30 órás program. Magyarországon a pedagógus képzésben akkreditált program. Aki részt vesz rajta, az egy-egy kulcsot kap valamilyen területhez. Ez nem azt jelenti, hogy a mestere lesz annak a területnek, ez azt jelenti, hogy egyszerűen lehetősége lesz arra, hogy ott jobb legyen azon a területen. Az első kulcs ez a, ja igen, hát a mozaik szó. Ugye van benne kreativitásfejlesztés, van benne tanulás, ami ugye lecketanulás, de hogy sorrendben menjek, oktatástechnika, ugye ott az O betű, a lecketanulás, a linkek, ugye ez internetismeret, és egy általános relaxáció, ez az AR. Öt olyan terület, ami szerintem égetően hiányzik manapság az oktatásból. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem csupán Magyarországon. Öt olyan terület, amit mindenképpen be kéne iktatni az oktatásba, mert mindnyájan nyernénk vele. Tehát ez a módszer, amiről beszélek, ezt úgy hívják, hogy tanítás és tanulás segítő program. Tehát ezt tanítottam tanároknak, a Máltai Egyetemen például több ízben, és tanítom hallgatóknak nagy örömmel, hogyha érdeklődnek iránta. Az első terület a kreativitás fejlesztés, hát ugye egy kölcsön vettem ezt az ötletet az Edufire nevű oldaltól, ami sajnos már nem létezik, és azt mondták, hogy hát nem így kell elképzelni a tanítást, tehát hogy nem öntjük a tudást valakinek a fejébe, és az majd kifolyik mindenféle résekön, meg tömködjük a réseket folyamatosan, hanem arról van szó, hogy megpróbálunk tüzet gyújtani. Tüzet gyújtani ott, ahol erre szükség van, és így kell továbbadni a tudást. Hát teljesen más elképzelés. Mert amikor tanulunk gyerekkorunkban, akkor így tanulunk, és eszünkbe se jut, hogy most tanulunk, pedig hihetetlen sok dolgot tanulunk. És aztán felnőtt korunkban meg, ugye én is tapasztalom, amikor mondják a hallgatóim, hogy pedig tegnap 12 órát tanultam. Nem lehet 12 órát tanulni, bocsánat, kövezzem meg, aki másképpen gondolja, nem lehet 12 órát, 10 órát sem lehet tanulni egy nap, lehet 5-6 órát tanulni, meg lehet a maradék időben elhitetni magunkkal, hogy tanultunk, és valójában nyugtatjuk a lelki ismeretünket. Mert hogy általában ezt szoktuk csinálni, ugye 12 és fél évig voltam hallgató különböző egyetemeken, összeszedtem egy agrárdiplomát, egy pszichológus diplomát, egy tanári diplomát, egy szakpszichológusi diplomát, és Németországban a zenetudományok doktorátus, hát ezt próbálom úgy összegyúrni egy valamivé. Tehát elég sokáig voltam én is a másik oldalon, amíg átkerültem a tanári oldalra, amit most már űzök körülbelül 15 éve. És láttam, hogy mi az, ami hiányzik, és mi az, ami kéne, hogy benne legyen, hogy ne így nézzenek a hallgatók, hogy úristen, ezt hogy tudom megtanulni. Egy kicsit még a tudományos alapokhoz, biztos, hogy sokan ismerik ezt az ábrát. Eric Byrne, emberi játszmák, köszönöm szépen a visszajelzést. Ugye ez a három én állapotunk, a transzakcionális pszichológia szerint, hadd beszéljek haza egy kicsit, mint pszichológus.
van a szülői, a felnőtt és a gyermeki én állapotunk. Ez mindössze annyit jelent, hogy mindig ez a három én, vagy többnyire ez a három én jelen van bennünk. A szülői én állapot tartalmazza mindazokat a dolgokat, amiket általában a szülőktől tanulunk, tehát a morál, a különböző szabályok, ami szerint éljük az életünket. A felnőtt én állapot általában a jelenre reagál, tehát ahogy általában szoktunk kommunikálni egymással, elmegyünk a boltba, felnőtt én állapotunkat használjuk. Viszont itt van a gyermeki én állapot, ami hihetetlenül fontos, két része van. Az egyik, amire azt is szokták mondani, hogy a megfélemlített gyerek. Szörnyű, de valójában így van. Úgy is hívják finomabban, hogy a példakövető. Tehát ő az, aki azt csinálja, amit mondanak neki. Egyszer voltunk egy cégnél, egy barátommal kértek egy tréninget, szoktam tartani időnként, és mondtuk, hogy egyébként van néhány kreativitásfejlesztő programunk, és azt mondta a cég, hogy nekünk az nem kell, csinálják azt a dolgozók, amit mi mondunk nekik. Hát meg is szűntek egyébként, úgyhogy nem is reklámoznám őket. Az egy borzasztó dolog, amikor az ember azt csinálja, amit mondanak, és nincs semmi kreatív ötlete. Óriási hiba az oktatásban, hogy e felé megyünk. Nem? Tessék azt elmondani, amit én elmondtam előadáson, és megkapod az ötöst. Mekkora marhaság? Hát miért ne lehetne az illetőnek saját ötlete? És akkor ezt nekem legalább annyira díjaznom kéne, mint oktatónak, mintha az enyém volna, mintha én mondtam volna, vagy még jobban. Szóval a gyermeki énállapotnak a példakövetőn kívül van még egy nagyon fontos része, és ezt úgy hívják, hogy a kreatív gyerek, és ez ott van mindannyiunkban, és ezt ébren kell tartani, mert minden alkalommal, amikor egy új helyzet elé kerülünk, amit meg kell oldanunk, mindig a kreatív gyerektől kérünk tanácsot. És hogyha nem temettük nagyon mélyre, akkor kapunk is. Úgyhogy ezért jó játszani, természetesen. Minden gyerek zseniális. Ez így van. Rengeteget tanulhatunk tőlük, én is rengeteget tanulok az én tanítványaimtól. Igyekszem, remélem ők is tőlem néhány dolgot. Az egyik ilyen kreativitásfejlesztő játék, amit játszunk ebben a kreativitásfejlesztő programban, ugye itt vannak játékok és vannak módszerek, amiket tanítok. Az egyik ilyen játék, nem tudom, ezt ismeri valaki, négy hajó úszik egymástól egyenlő távolságra. Az egyik egy halászhajó, a másik egy vitorláshajó, a harmadik egy komphajó. Milyen hajó a negyedik? És miért? Ugye a kreativitás azt jelenti, azt mondja az angol, hogy out of the box. Hogy a dobozon kívül gondolkodjunk, tehát gondolkodjunk kívül azokon a kereteken, amiket egyébként mi alkotunk saját magunknak. És ezért nem tudunk tovább lépni, bezárjuk magunkat valahová. Amikor azt mondom, hogy négy hajó úszik egymástól egyenlő távolságra, mindegyiktől ugyanolyan távolságra van. Nem működik körben, nem működik négyzetben. Hogy lehet elképzelni? Sokkal egyszerűbb lenne, ha azt mondanám, hogy négy pont egymástól egyenlő távolságra. És ez csak egyféleképpen képzelhető el. Megvan? A tenger alatt járó? Ugye? Mert erről van szó. Általában egy síkban szoktunk gondolkodni ezen feladat megoldásakor, és borzasztó nehéz innen kilépni, holott aztán rájövünk, hogy tulajdonképpen ezt mi teremtettük saját magunknak, ezt a keretet. Miért ne lépnénk ki belőle? Persze, hát ez egy tetraéder. Négy pont egymástól egyenlő távolságra, csak a térben képzelhető el. Síkban nem. Vagy egy másik ilyen játék. Van egy ember, fog egy fadarabot, a fadarab nincs rögzítve sehová, elengedi. Mi történik a fadarabbal? Hallom, valaki halkan nagyon mondta, leesik. És milyen igaza van? És tényleg, ez nem nagyon furfangos kérdés, így van, le fog esni. Hogyha az ember a földön áll, de hogyha vízben van, akkor fel fog emelkedni. És hogyha az űrben van, akkor nem fog mozdulni sehová. Ugye, megint hozzátettünk egy dimenziót ahhoz a gondolkodásunkhoz, ami korábban megvolt, és azt mondjuk, ez csak így lehet, és kiderül, hogy nem. Hát itt van az élő példa. Fantasztikus dolog, hogy eljöttetek ma este. Ma este mindenkinek meg lehet az $1 millió ötlete. Ugyanúgy, mint ahogy meg tudjuk oldani ezt a 9, ezt sokan ismerik. Hogyan lehet négy egyenes vonallal összekötni ezt a 9 pontot, anélkül, hogy felemelném a ceruzámat, vagy a tollat. És hát ennek van néhány megoldása. Sokan ismerik. És azt mondom, hogy lehet 3 vonallal összekötni. Úgyhogy nem emelem fel a tollat közben. Az nehezebb. De mind a két megoldás valahol itt van. Kilépek, megint kiléptem a keretek közül, amit egyébként én alkottam magamnak. Senki nem mondta, hogy nem lehet túlmenni a vonalakon. Abszolút lehet. És ha azt mondanám, hogy lehet egy vonallal összekötni ezt a 9 pontot. Kamaszokkal dolgoztam a nyáron, és az egyik megfejtette. Teljesen lehidaltam tőle. Azt mondta, egy ilyen vastag tollat kell hozni.
és összekötöm mind a 9 pontot. Van egy másik megoldás, hogyha ez egy papíron van, akkor fogom és összehajtogatom, és össze tudom kötni. Ugye? Megint arról van szó, hogy azt hiszem, hogy csak egy megoldása van, nem egy csomó megoldása van. És amiért az 1 millió dolláros ötletet mondtam, biztos sokan ismerik, az 1 millió dolláros weboldal 2005-ben hozta létre egy fiatal srác. Azt mondta, ő egy év alatt szeretne 1 millió dollár keresni egyetlen weboldal létrehozásával, és akkora őrültség volt a dolog, hogy egyre többen látogatták az oldalt, és eladta pixelenként 1 dollárért. 1 pixel 1 dollár. Ma is megtalálható az interneten ez a 1 million dollar homepage. 1 millió dollárt keresett vele. Ma este házi feladat, mindenki gondolkodjon a saját 1 millió dolláros ötleten, én csak 10%-ot kérek. Egyébként mindenki megteheti, természetesen, hát egyetlen ötlettel meg lehet ezt valósítani. Hát ezen dolgozunk a kreativitás fejlesztés részben. Hát a sorrendben haladjak, oktatástechnika. Ennek tulajdonképpen 2 része van. Az egyik, hogy mit kell tennem azért, hogy ki tudjak állni sok ember elé, és ne remegjen a lábam, ne legyek lámpalázas, hogy el tudjam fogadni azt, hogy ez egy másik helyzet, és rendesen helyt álljak benne. Aztán persze megtanuljuk a különböző szabályokat is, amelyek egy prezentáció, előadás megvalósításakor követendőek. Nem tudom, ki szokott konferenciákra járni. Én nem szeretek konferenciákra járni. Annyi rossz előadás, prezentációt nézek végig, hogy arra gondolok, hogy ezt nekem az életben soha senki nem adja vissza, ezt az időt, amit én ott elvesztegettem. Mert egyszer azok az emberek, bocsánat, azon emberek többsége, aki előadásokat és prezentációkat tart konferenciákon, nem tudja, hogy hogyan kell csinálni, és elvész még az a tudás is, amit egyébként szeretnének átadni. Hát ezzel is foglalkozunk a kurzuson, illetve, hogy ne ez legyen a végeredmény végül is. Úgy kezdjük, hogy mindenki, minden csoport, kis csoportokat alkotunk, mindenki elkészítheti a saját legrosszabb prezentációját. Ugye ez is egy kreativitás fejlesztő ötlet, úgy hívják, hogy a probléma kifordítása. Tehát, hogyha nem azt mondom, hogy csináljátok meg a legjobbat, mert az sokkoló, hanem azt mondom, hogy mindenki készítse el a legrosszabb prezentációt, az felszabadító. És persze óriási nevetések vannak, és paródiák készülnek. És onnantól megfordítjuk a problémát, aha, tehát akkor ezt meg ezt meg ezt kell másképpen csinálni. Persze mindenki kipróbálhatja a saját hangját is, nem biztos, hogy pont így, de egy olvasópróbát tartunk, és az olvasópróbán mindenki különböző saját hangokat próbálhat ki. Mindezeket Barlai Róberttől tanultam, akinél én képződtem trénerként, hálás vagyok neki a mai napig is, kiváló egykori tanárom, mostani barátom, kollégám. És hogy milyen vizualizációs eszközöket érdemes használni egy prezentációnál, azért tudjuk, ugye, hogy amit most használok, az a prezi, az magyar találmány, hát legyünk rá büszkék, megéri. És volt valami, ami teljesen felforgatta a világot, és szintén magyar találmány, nem tudom, ki ismeri a Leonár 3D-ót. Miért van az, hogy még mindig 2 dimenziót használunk, amikor ez is lehetséges? Király utca 16, ott van a központjuk Budapesten. Ez nem egy szponzorált reklám, egyszerűen csak nagyon tisztelem őket azért, mert ilyeneket létre tudtak hozni. Fent van a YouTube-on számos videójuk, többek között ez is, amit azért készítettek, hogy valóban igazolják, hogy ez a program, ez létezik, és ez nem trükk. Egy rövid részlet belőle. Azt hiszem ismerős az úr. Rátai Dani a feltaláló a háttérben. És Pálinkás József. Hát egészen más így tanulni, nem? Hogyha az ember ilyen eszközöket használ. És így tovább, és így tovább. És hát persze a szenvedély. Amitől játék lesz a játék, és amitől játék lesz a tanulás, mindenképpen ott legyen benne. Hogyha az ember nem tudja szenvedéllyel csinálni azt, amit csinál, akkor csináljon mást, és ezt nagyon komolyan mondom. Érdemes elgondolkodni az, hogy mi az, amit csináltok, van-e benne szenvedély. Hogyha nincs benne, miért nincs benne, hova lett? Illetve hogy lehet visszaszerezni? Nagyon fontos. A következő, a lecke tanulás, amitől
borsúzzik az ember háta, amikor hallja, hogy tanulás gyakran, és mégis lehet játékossá alakítani. Nem így természetesen, de én is ezt látom a folyosókon vizsgai időszakban. Sajnos nem erről van szó. De például hogyan tudjuk az összes érzékszervünket megmozgatni akkor, amikor tanulunk valamit? Ezt is megtanuljuk. Mind az öt érzékszervünket elkezdjük megmozgatni, amikor megtanulunk valamit. Elképzeljük, hogy hogy néz ki az a dolog, felruházom valamilyen hanggal, valamilyen tapintás élménnyel, valamilyen szagélménnyel, ízlelés élménnyel. Egészen másképp emlékszem rá, ugyanis az információ rögtön be fog menni a hosszú távú memóriába, a rövid távú memória helyett. Sokkal kevesebb ismétlésre lesz szükség. Aláírom, hogy ez egy kicsit időigényesebb, mint egyszerűen csak ránézni valamire, majd tovább haladni. Viszont élvezetes. Hát innentől játékossá tesszük a tanulást. PQRST. Meglepő, hogy mennyien nem ismerik ezt a módszert. Én középiskolában tanultam, aztán rádöbbentem egyetemen, hogy nagyon kevesen ismerik. Hogy előveszem az anyagot, először csak áttekintem, úgy, mint ahogy egy újságot átnézek, megnézem a főcímeket. Ez a preview, az áttekintés. Questions, tehát kérdéseket teszek fel. Annyi kérdést, amennyit bírok az anyaggal kapcsolatban. Tanulok? Jaj, dehogy tanulok, játszom. Összeszedek egy csomó kérdést, a vizsgán már nem lesz új kérdés. Én már mindet összeszedtem előre, mint hallgató. Read, elolvasom az anyagot, magyarul elkezdek válaszokat keresni a kérdéseimre. Tanulok? Dehogy tanulok, hát ez játék. Self-recite, na ez egyetlen komoly dolog, ez a felmondás, amire azt szokták mondani, hogy hát ez ilyen középiskolás dolog. Hihetetlenül hasznos. Egy, az ember rájön, hogy hol hibázik még a dolog, hol vannak elakadások, a másik pedig, furcsán hangzik, tudom, de hozzászokik a saját hangjához. Már hallgatóként is rengetegszer tapasztaltam, hogy hallgató társaim, amikor elkezdtek vizsgázni, megijedtek. Hogy ilyen helyzetben vannak, és ők beszélnek, és elhallgattak. Hát ennél rosszabbat nem lehet tenni egy vizsgán nyilván. Ha az ember alkalmazza ezt a módszert, hozzászokik a saját hangjához, és egy vizsgahelyzet már egy ismerős helyzet lesz. És a teszt, hát ezt szeretem a legjobban, mert itt aztán tényleg lehet játszani. Össze lehet jönni, lehet nyereményt kitűzni, lehet egymást kérdezgetni, akár játékokat is lehet alkotni egy-egy tárgyra. Én is éppen hasonló dologgal foglalkozom. Mind mapping, biztos sokan ismerik, és sokan nem ismerik. Nagyon jól alkalmazható, mindenféle tanulási eszköz pótlására is, de az üzleti életben is használják egyébként ezt az elmetérképet, vagy mindmapet. Fogok egy központi dolgot, amikor én felépítem az egész tanulnivalót, és utána elkezdek rajzolni. Minél több színessel, annál inkább megragad az információ. Minél több ága van, minél több saját piktogramot rajzolok, annál jobban megragad az egész. És a végén, hát persze az egészet egy óriási nagy csomagolópapírra kell csinálni, és a végén senki nem fogja érteni, hogy mi van az egész papíron, csak én, mert én rajzoltam, és az én piktogramjaim vannak ott. És hát mit tehet ilyenkor az ember? Automatikusan megtanulja az anyagot. Főleg, hogyha másnap reggel az egészet átmásolja egy A4-es lapra. Nagyon szépen működik a dolog. Ugye ez olyan, mint a puskaírás, mondom nagyon halkan, de hát tudjuk, hogy puskát írni kötelező. Hát használni tilos, de az egy másik kérdés. Mert miközben írjuk, közben elkezd befelé menni az információ a hosszú távú memóriába. Hát így megspékeljük még különböző színekkel, különböző vizuális élményekkel, és hát miközben rajzolunk, közben automatikusan tanulunk is. Játékos módszer. Nagyon működik. Nem véletlenül mondta Einstein, hogy a képzelet fontosabb, mint a tudás. Hogyha el tudok képzelni valamit, és fel tudom ruházni különböző tulajdonságokkal, a tanulnivalót, akkor egészen másképpen tanulok. Onnantól játszva sikerül tanulni. Hogy ezt demonstráljam, van 4 háziasszony. Melyikre fogunk emlékezni a legjobban holnap? Háziasszony 1-es, a 2-es, a 3-as és a 4-es. Mind a 4-1-1 háziasszony más-más érzelmi töltettel vannak felruházva a képek, másképpen fogunk emlékezni rájuk. Megkockáztatom, hogy a markánsabb érzelmek azért segítenek előhozni az élményeket. Vagy ez a módszer, ami abszolút kedvencem, ez a helyek módszere. Hosszú-hosszú listákat lehet megtanulni játszva. Bárki képes rá. Bárki képes rá. Egyszerűen csak el kell képzelni egy hosszú útvonalat a fejünkben. Hát mindenki el tud ilyet képzelni, akár a metróállomásokat, akár a busz
megállókat, hogyha valaki busszal szokott utazni, vagy a villamos megállókat, vagy hogyha más nem, elképzelem azokat a tereptárgyakat, épületeket, fákat, stb., amelyek mellett nap mint nap elmegyek, hogyha ugyanazon az útvonalon közlekedek. De mondok egy egyszerűbbet, hogyha mondjuk 10 dolgot kell megjegyeznem egymás után, úgyhogy emlékezzem rá még holnap, meg holnap után, meg a jövő héten is, akkor elképzelem, hogy hogy néz ki a lakásom. Oké, egyet teszek a bejárathoz, egyet teszek a konyhába az egyik sarokba, a konyhába a másik sarokba, és itt tovább megyek tovább, WC-be elhelyezek valamit, megyek tovább a hálószobába teszek valamit, megyek tovább a nappaliba teszek valamit, csak arra kell emlékeznem, hogy mit hova tettem. És utána gondolatban végigmegyek még egyszer a szobán, és pontosan a sorrendben el tudom mondani az egész listát. Nyilván, hogyha 52 dolgot kell megjegyezni, mondjuk egy 52 lapos kártyapakliban, akkor abszolút meg lehet csinálni. Volt egy memória világbajnok, akinek a könyvéből merítettem ezeket az ötleteket, ő most arra törekszik, hogy 100 paklit meg tudjon jegyezni egymás után, azt mondta, ez körülbelül 6 órát vesz igénybe. Ehhez 100 útvonal kell a fejében, 152 állomásból álló útvonal. Meg lehet csinálni. Este inkább az 1 millió dolláros ötleten gondolkodjatok, az se rossz, de ezt is lehet nyugodtan gyakorolni. Egyébként kártyával kapcsolatban nagyon fontos kreativitás fejlesztő dolog természetesen az összes kártyatrükk is, még ha az embernek nincs is kézügyessége. Tehát fogja az ember a kártyát, belerakja egy pakliba, és minden félelmünk, ami a tanulással kapcsolatos, teljesen el tud tűnni abban a pillanatban, ahogy eltüntettük ezt a pakli kártyát például. Ez ugyanúgy el tud tűnni. Minden. Itt van 20 szó, szoktunk ilyet játszani, van 3 perc, itt van a helyek módszere. Tanuljuk meg, ezt most nem csináljuk meg időhiányában. Legutóbb, múlt héten csütörtökön, amikor ezt játszottam hallgatókkal, 3 perc alatt volt, aki 30 szót megjegyzett, úgyhogy vissza tudtam mondani sokkal később is. Az ő agya pontosan olyan, mint a miénk. Nem működik másképpen. Képesek vagyunk rá. Légző gyakorlatok. Nagyon fontosak ahhoz, hogy az ember nyugodt legyen, ahhoz egyensúly gyakorlatok is kellenek persze, lábujjhegyen végzett gyakorlatok, ez az egyik, ez a léggömbös gyakorlat, amit szépen el lehetne játszani, hogyha sok időnk lenne. Étkezés, amit soha nem tartunk be, de nagyon fontos, ugye a helyes étkezés mindenből megfelelő arányban. Szemgyakorlatok. Hát ezt sem szoktuk csinálni, pedig hogyha az ember hosszú ideig mered valamire, akkor a szeme elfárad. Nagyon fontos időnként. Zene. Hát, hogy legyen a háttérben, ne legyen a háttérben, kinek egyénileg, de erre is oda kell figyelni. Mi az, ami zavaró? Illetve milyen kapcsolatot tudok találni más tárgyakkal, hogyha tanulok valamit. Én például jelen pillanatban orvosi kommunikációt tanítok, orvosi pszichológiát, pszichoterápiát magyaroknak, külföldieknek, és most volt az a hét, amikor kipróbáltunk egy új játékot, amit készítettem az orvostal hallgatóknak. Ez most így néz ki, ez a béta verzió. De egyelőre sikere van, tehát 5 területből áll egy ösvény, ahol alapkérdéseket kapnak. A troll mocsara, az ilyen lehúzós, ott listák vannak, amiket fel kell sorolniuk. A törpe barlangja, nagyon sok elágazás, nagyon sok információ, amit meg kell adniuk. Az igazság hídja, nagyon egyszerű, igen-nem válaszokat kell adni. Illetve a tündérhegye, amikor is elvarázsolja a játékos az ember orvossá, és neki szituációban kell helytállni. Nagyon szerették a hallgatók, nem akarták abba hagyni a játékot. Szóval ez volt a lecke tanulás része. A másik el ugye a linkek, magyarul hogyan tudunk az interneten olyan információkat szerezni, amelyek nagyon hasznosak. Ki ismeri ezt az ikont? És ki az, aki használja is? Nagyon kevesen, pedig ott van, köszönöm szépen, láttam, hogy azért néhányan használjátok, nagyon örülök neki. Pedig azért ott van majdnem minden oldalon. Ez azt jelenti, hogy erre kattintva ingyen feliratkozhatunk olyan hírcsatornákra, amelyek nekünk összeszedik azokat az információkat, amelyek például akár egy kutatással kapcsolatban szükségesek. Nagyon jó cikkeket lehet írni ezen RSS, Really Simple Syndication, majdnem nincs köze a jelentésnek a felhasználáshoz, ennek az alkalmazásával. YouTube, érdemes utána nézni, hogyan működik az RSS. Néhány ingyenes oldal, ahol előadásokat lehet nézni. Video lectures, hát angolul, igen. De gyakorlatilag A-tól Z-ig mindenféle témában lehet előadásokat. Ami még ennél is ingyenesebb, free video lectures. Gyakorlatilag a téma ugyanaz, ingyenes előadások mindenféle témában.
hallgatótól tanultam, büszkén adom tovább, Learners TV, nagyon jó, rengeteg minden információ hozzáférhető, akár különböző adatok, akár különböző prezentációk, akár különböző animációk, letölthető leckék, hát angolul, illetve tesztek, amiket kitölthet az ember. Khan, szintén egy tanítványomtól tanultam, Khan Academy. Gyakorlatilag nagyon egyszerű táblakéta módszerrel magyaráz el nagyon bonyolult dolgokat. Szeretik sokan. TED, figyelem, aki nem ismerné, biztos mindenki ismeri, de aki mégse ismerné, most meg fog változni az élete, mert addiktív a TED. Szóval az ember elkezdi nézni a videókat, és nem lehet abba hagyni, annyira jók. Hát mindenféle témában szintén. Illetve az edX, tudom ajánlani mindenkinek, aki szeretne képződni, ingyenes kurzusok a világ vezető egyetemeitől. Ingyenes tananyagok, ingyenes videók, tesztek, mindenki kitöltheti saját magának, nem kell fizetni érte, hogyha valaki szeretne egy képesítést kapni, akkor fizethet, mit tudom, egy 50 dolláros összeget, és kap egy papírt, hogy elvégezte ezt a kurzust. A Harvard Egyetemnek például volt főzési kurzusa, úgyhogy aki egy harvardi diplomát szerezne, akkor az nyugodtan jelentkezzen, és akkor miből van diplomád, a Harvardát főzésből. Hát jó, ilyen is van. Bachmann professzor, nagyon sokszor használom a videóit, orvosi kommunikáció tanításakor, Wikipedia, mindenki ismeri, rengeteg információ hozzáférhető, és mi vagyunk a Web 2, ugye a Web 2 az interaktív web, amikor már beleszólunk a tartalomba, nem csak olvassuk, és hát valójában a tanításnak is ilyennek kéne lenni, nem? Ilyen interaktívnak, hogy igenis a hallgatók is alakítsák, meg a tanárok is alakítsák, és akkor így közösen alakítsunk ki valamit. És hát nagyjából ilyen bonyolult a Web 2 most jelen pillanatban, de haladunk a Web 3 felé, sőt már itt is van, ami a szemantikus web, tehát már értelemre keres rá, nem konkrétan szavakra, mondjuk egy kereső. És akitől jelentős dolgokat tanultam ezekkel a webes oldalakkal kapcsolatban, volt tanítványom, igen büszke vagyok rá, Meskó Bertalan, ez az ő egyik weboldala, ez a Medical Futurist, mindenkinek ajánlom figyelmébe, akit érdekelnek az orvostudománnyal kapcsolatos újdonságok. Annyira jó a srác, hogy meghívták a Stanfordra, a Harvardra, a NASA-hoz előadni, és volt egy napja, amikor bejárta a világot, mert minden földrészen tartott egy-egy előadást. Nagyon sokat lehet tanulni tőle, én is igyekszem. Az e-learning, ugye ennek a... nem nagyon mennék bele a részleteibe, a Moodle és használata, ez is benne van a programban. Végül is összehoztunk egy nemzetközi e-learning programot, brazil, svéd, izraeli, magyar, és még egy finn koprodukcióval, a Moodle használatával. És végül az AR, az általános relaxáció, mindenki meg tudja tanulni. 7 perc alatt lehet 4 órát pihenni, életmentő. Miért nem tanuljuk meg? Elindult egy mozgalom, hogy iskolákban kellene tanítani, én ezt maximálisan pártolnám, viszont hozzátenném azt, hogy olyan tanítsa, aki ért hozzá. Tehát ne olyan, aki volt már kurzuson és tanítja, hanem olyan, aki valóban tudja, hogy hogyan működik. Igen, ez megtanulható, megvalósítható, és mindannyiuknak szükségünk van rá. Az állatok ezt automatikusan tudják. Nekünk újra kell tanulni, ők ezt tudják, és vannak ilyen egyperces relaxációs gyakorlatok, mint ez a King Kong gyakorlat, hogy egy percig az ember üvölt és veri a mellét. Ez nagyon jó, az RKM például szoktam mondani hallgatóimnak. Csináljátok, nyugodtan mondjátok, azt a pszichológus azt mondta, hogy ezt kell csinálni, és biztos, hogy szeretni fognak a szomszédok. Tehát nagyjából itt van egy program, amit szintén mindenféle érdek nélkül tudok ajánlani, ez a Natura, mindenki a saját relaxációs zenéjét összeállíthatja vele. Natura. Elfelejtettem. és hát gyakorlatilag így néz ki ez a program, ez amit akkreditáltak Magyarországon, ott az akkreditáció száma is. Ezt lehetne még kibővíteni, és boldog lennék, hogyha ki lehetne bővíteni kiégés elleni tréninggel tanároknak, diákoknak, ugye mindannyiunknak szükségünk van rá. Kommunikációs tréninggel hallgatóknak, tanároknak dolgozunk rajta természetesen. Rendszeres tanárdiák találkozások, beszélgetések borzasztóan fontos lenne, illetve egy olyan lelkisegész szolgálat, ami nem mindenütt van. Nálunk van, működik magyarul, angolul, németül, de mindenütt kéne, hogy legyen. És akkor ezzel lenne igazából teljes ez a program, ami önmagában így néz ki, ugye ez 5 terület, amivel foglalkozom, és nagyon szépen, igen, köszönöm a figyelmet azzal, hogy itt a majdnem kész honlapom ezen az oldalon található, és most szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen.